Thank you.
János apostolnak mennyei jelenésekről írott könyvét, annak 5. részét, az 5. fejezet 6. versével így hangzik Isten igéje. És láttam a királyi szék és a 4 élőlény közepette egy bárányt állani, amely mintha meg lett volna ölve. 7 szarva volt, és 7 szeme. Az Istennek 7 lelke, amelyet elkülde az egész földre. Jött, és elvette a könyvet a királyi széknek ülőnek jobb kezéből, és amikor a könyvet elvette, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiküknél hárfa volt, és füstölőszerrel telt aranycsésze. Ezek a szentek imádságai. És új éneket énekeltek így. Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és felnyisd pecséteit, mert megöltek, és véreddel váltottál meg minket Isten számára minden törzsből, és nyelvből, és népből, és nemzetből. És Istenünk számára királysággá és papokká tetted őket, és uralkodni fognak a földön. És láttam, sok angyal állott a királyi szék, és az élőlények és a vének körül, számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 vala, amint hangosan ezt kiáltották mind. Méltó a megölt bárány, hogy övé legyen az erő, és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség és a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény, ami csak a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben van, ezt mondta. A királyi székben ülőnek és a báránynak áldás, tisztesség, dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a 4 élőlény ezt mondta, ámen, és a vének leborultak, és imádták őt. Amen. A mennyországban, Isten országában János apostol betekintést nyer, és mit lát? Láttam egy királyi széket. Kedves testvéreim, olyan csodálatos, hogy ezzel az alkalommal Jézus Krisztus felé, a királyi szék felé, a megöletett bárány felé akarja emelni a tekintetemet és a tekintetedet a mi Istenünk. Ezelőtt egy pár igeversen arról olvasunk, hogy látott egy lepecsételt könyvet, és senki nem nyithatta meg azoknak a pecséteit, és azt olvassuk, sem az égen, sem a földön, senki nem volt méltó arra, hogy felnyisse a könyvet, és abba betekintést tehessen, és én nagyon sírtam, mondja a 4. versben. De a vének közül az egyik így szólt, ne sírj. Imé győzött a Juda törzséből való oroszlán,
A Dávid gyöker, ő az, aki fölnyitja a könyvet, annak mind a hét pecsétjét. Isten kegyelméből ott volt a bárány, aki megületett, de aki feltámadott, aki él, ami Urunk, Jézus Krisztus, úgy olvassuk, teljes dicsőségében, hét szarva és hét szeme vala, az Istennek hét lelke, amelyet elküldött az egész földre. A szarv a Bibliában a dicsőséget, a nagyságot, a hatalmat jelenti, a hetes szám pedig a tökéletességet, a nagyságnak a tökéletességét. És amikor arról olvasunk, hogy hét szarva vala, akkor arra kell gondoljunk, hogy teljes hatalommal és teljes dicsőséggel Isten megáldotta a mi Urunkat, Jézust, az oroszlánt, aki bárány képében, megölt bárány képében van ott a mennyben. És szeretnék három gondolatot megemlíteni. Mit látunk a mennyországban? Mi történik ott, a bárány körül? Mi történik vele? Mit tesz ő? Azt olvassuk, jött. De testvéreim, most már nem arra kell gondoljunk, hogy eljött ebbe a világba, hanem arra, hogy oda jött a királyi trónhoz, és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. És minden szónak megvan a mondani valója. Jött a bárány. Ő az, aki utat nyitott. Ő az, aki egyedül ezt megtehette. Oda jött, és elvette a hétpecsétes könyvet. És a jobb kezében volt a királyi székben ülőnek, és azt olvassuk, odaadta. Mert méltó a bárány, hogy vegyen tisztességet, hatalmat, dicsőséget, erőt, mert Isten fölmagasztalta őt, és arról olvasunk, amikor elvette a könyvet, akkor az imádat elkezdett folyni, megvalósulni a mennyben. Arról olvasunk, hogy a négy élőlény, a 24 vén mind leborult a bárány előtt. Mi történik a mennyben? Megdicsőül Jézus Krisztus. Ő, aki uraknak ura, királyoknak királya, hatalmat kap, erőt kap, tisztességet kap, méltóságot, és átadja neki a könyvet, az ő atya, a mi Istenünk. És mi történik a mennyben? Leborul mindenki előtte. Imádja és magasztalja Jézus Krisztust, és így olvassuk, ott voltak a szentek imádságai. Kedves testvéreim, mi történik, amikor a 24 véd, amikor a négy élőlény, a négy lelkes állat leborul? Mi történik? Viszi magával aranycsészékben, azt olvassuk, a szentek imádságait. A magasztalást, a hódolatot, az imádatot. És azt olvassuk, hogy fogadva volt az aranycsészékből a szenteknek az imádságai. És kérdezem, hogy ott van-e már most Isten előtt? És nem hiányzik az imám és az imád. Magasztalom és dicsőítem, áldom az én Uramat? Vagy tele vagyok panasszal, zúgolódással, magyarázkodással, különféle dolgokkal, világi tervekkel, meg annyi sikerrel, annyi és annyi beszéddel, vagy kicsordul belőlem az imádság, és áldom és magasztalom az Urat. Tudjátok, nem csupán a magasztaló, nem csupán a dicséretet teljes imádságot fogadják a mennyben,
fogadják az alázatos bűnbánatot. Amikor megtudom, és meg tudod vallani, Uram, bocsáss meg, könyörülj rajtam, mert tévedtem. Mert bűncselekedtem. Mert hiába valót mondtam. Bocsáss meg, Uram. Bocsáss meg, Uram, ahogy hallottuk, hogy gyűlöltem. Azt is bocsáss meg, Uram, hogy nem tudok kellőképpen szeretni. És azt is bocsáss meg, Uram, hogy mindezekre még magyarázatot is tudok adni. Ahelyett, hogy az első szeretetet kérjem tőled. Ott van-e az imám, és ott van-e az imád? Szeretnélek bátorítani. A mennyországban, Isten országában, a király trónusa előtt leborul a 24 vén, leborul a négy lelkes állat, és viszi aranycsészékben a szentek imádságait. És szeretném kiemelni, nem az úgynevezett, megnevezett szentek, hanem akik Jézus Krisztus vére által kaptak fehér ruhát, és lettek megszentelve. Azoknak az imáit, akik készek minden egyebet félretenni, és Jézus Krisztusban, megszentelődés folyamatában, az újjászületés fürdője által ismét és ismét készek Isten szolgálatára, Isten magasztalására. Másodszorban nem csupán a szenteknek az imádságairól van szó, a hódolatról, az imádatról és a tiszteletről, és azt olvassuk, és egy új éneket énekelnek. És szeretném kiemelni, hogy az éneklés nagyon fontos. A hódolattal, a magasztalással, a dicsérettel, a bűnbánattal, a tanítással is telve van. Olyan fontos, hogy legyen bennem, és legyen benned ének. És ne legyen bennem a világi ének, a dal. Ne azt mondjam, amit mostanában minden üzletben, minden utcasarkon, buszokon, megy, megy, megy a zene. De kérdezem azt, éneklek-e új éneket? Mert az történt, hogy azt a könyvet, amelyben bele volt írva ebben a ennek a földnek, minden emberéről mindaz, amit tett, jót vagy gonoszt. Aztán olvasunk arról, hogy az életnek könyve ott van a mennyországban, elvette a bárány. És valóság lett ez számomra és számodra, akkor, amikor az életemben és az életedben ott van a bizonyosság, én a bárányhoz tartozom. Én kaptam fehér kövecskén új nevet, de beírta a nevemet az életkönyvébe. És annyi mindent beírt a könyvekbe már, de örülök annak, hogy az ő vére által megbocsátott, kegyelmet adott az Úr. És örülök annak, hogy nem a bűneimet kell írja, hanem az, hogy befedez az ő vérével. És új emberré tett. Az új embernek van új éneke. És azt olvassuk, és új éneket énekeltek. Így hangzik, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, hogy felnyisd annak pecséteit, mert megöltek, de véreddel megváltottál minket Isten számára minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből. Méltó vagy, Uram, mert megváltottál. És tessék megfigyelni, hogy a teljes horizont kinyílik minden népből, törzsből, nyelvből és ágazatból. Mindenkire elhatott a megöletett báránynak az áldozata. És olyan csodálatos, hogy méltó vagy, Uram, hogy hirdessük a te nevedet. De figyeljétek meg, hogy mivé tett. És Istenünk számára királysággá, papokká tettél, hogy uralkodj a földön.
Elhívott a mi Urunk, hogy királyok és papok legyünk. Izraelben, ha visszatekintünk, ez a két vezető személyiség volt, a király és a megválasztott főpap, az Istentől küldött próféta. És olyan fontos, hogy ezek az emberek az Isten követői legyenek, neki szolgáljanak. Amikor ők a helyükön voltak, amikor a főpap, amikor a próféta hirdette Isten ígéjét, amikor a király azt elfogadta, és jó példát mutatott, akkor legtöbbször a nép is követte. És olvasunk arról, hogy hajolt a nép szíve az Úr felé. Olvasunk arról is, hogy volt akkor, amikor a főpap is elhajolt, vagy elhallgatták a prófétát, vagy éppen a király nem volt hajlandó követni az Isten szavát, és az egész nép eltávolodott. Királyokká és papokká tett bennünket a mi Istenünk. Kérdés az, hogy az életem és az életed, az Isten fiúságra hívott új életem, vezetem másokat Isten felé. Mert erre hívott el, hogy róla beszéljünk, és üzenetet adjunk át tőle, és látszódjon meg bennem is benned, hogy ő az én királyom, és én kész vagyok vele járni. Nem magamnak élek, nem a pénznek, nem a hatalomnak, nem a mindenféle jónak, amit ezen a földön kapok, nem a testem kívánságának, nem a szórakozásnak, hanem az én Uramnak és az én királyomnak. És őt szolgálom. Királyi ember vagyok én. Királyi ember vagy te. Van nekem is, van neked koronád. Új éneket énekeltek. És szeretném, hogyha megújulna az életemben és az életedben ismét egy-egy ének. Van az az énekünk, az ingoványból engemet szelíd karjával felemelt. És olyan fontos, hogy megújuljon bennem és benned ez az ének. És tudjam és tudjad zengeni. De azt is, hogy ez az a nap, amit az Úr szerzett. Mert tapasztalom, hogy előttem van, cselekszik, munkálkodik, és tiszta, megújult szívvel tudom mondani, ez az a nap, amit az Úr szerzett. És vannak olyan napok, amikor rendkívüli módon kell hálát adjunk, és kell tudjam, és kell tud énekelni, megújult szívvel, hogy szívből köszönöm, Uram, mindazt, amivel megáldottál, vagy mindazt, amire rámutattál az életemben. Szívből köszönöm, Uram. Ott van az imádság, ott van az ének. Mi van még a mennyországban? Figyeljétek meg, testvéreim! Úgy olvassuk, és sok angyal állott a királyi szék előtt, számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 vala, és mindnyájan hangosan ezt kiáltották, méltó a megölt bárány, az övé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény, ami csak a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben él, ezt mondta. A királyi székben ülőnek és a báránynak áldás, tisztesség, dicsőség, hatalom örökkön örökké. Elindul az Isten magasztalása, a bárány magasztalása a mennyben, és arról olvasunk, hogy ez víz hangzik a földön, a föld alatt, a tengerben és mindenütt. És a mennyben lévő magasztalása a mi Urunk Jézus Krisztusnak kell vízhangozon a szívemben és a szívedben. Olyan fontos, hogy engem is téged
megindítson, és mondjam vele együtt. Hadd álljak rá, álljunk rá, kapcsolódjunk rá a mennyországnak a hullámhosszára. Mindjárt ismerjük a rádiót. És tudjuk azt, hogy különféle adások vannak, és amikor elkezdjük tekerni, állítgatni a különféle hullámhosszokat, milyen könnyen megtörténik a váltás. És pontosan, precízen be kell állítani a műszert, hogy azt a rádióadást jól halljuk. És szeretném kérdezni, hogy mire áll rá a szívem, és mire áll rá a szíved? Mi az, ami vízhangzik bennem és benned? A Szentlélek által tudom-e és tudod-e magasztalni a mi Urunkat, Jézus Krisztus, a megöletett bárányt? Az ördög azon munkálkodik, hogy elállítsa. És valamiféleképpen ne zengjen a szívemben az Isten magasztaló ének. Ne tudjak imádkozni, és ne is tegyen bizonyságot. Ne legyen bennem az, hogy az én Uramat áldom, szolgálom, alázatosan csendben követem, és teszem akaratát. És olyan könnyen elállít. A figyelmemet és a figyelmedet olyan könnyen elvonja. Nem szoktátok tapasztalni, hogy a kísértő milyen huncut és milyen kitartó módon próbál ismét és ismét eltéríteni? Megszólal egy telefon. Hallok egy hírt. Valaki furcsán, lehet, hogy keményebben beszél velem, mint ahogy el tudom viselni. Néha elmulasztanak dolgokat, nem teszik meg, amiket elvártam volna, amiket szerettem volna. És olyan könnyen elállítódik. De beszél az Úr Jézus Krisztus, hogy van, aki a vacsorára volt meghívva, a bárány mennyegzőjébe, de más irányba ment, miért állítódott el? Mert házat vett. És földeket vett, és el kellett menni, meg kellett nézze. Van, aki igás ökröket vett, meg kellett nézze. Hát most már több lóerővel, egész ménessel jó kocsikat lehet venni, és komoly traktorokat. És meg kell nézni. És azokkal is foglalkozni kell. Van, aki azt mondja, hogy feleséget vettem, azért nem tudok menni. Van, akinek a munkahely, van, akinek egyéb dolog, amikre mind szükség van. De kérdés az, hogy ezek elsőrendűek az életemben? Vagy elsőrendű az Isten magasztalása, Jézus Krisztusnak a dicsőítése? Olyan fontos, hogy vízhangozzék bennem a mennyországból hangzó, zengő dicséret, a bárány dicsérete. És ezt a test soha nem fogja vízhangozni. A test mindig más szeretne. De a lélek, amikor elkezd gerjedezni a lélek bennem és benned, emlékezzetek testvéreim, hogy mit mondtak az emmausi tanítványok. Vajon nem gerjedezette bennünk a lélek, amikor hallottuk az ő szavát, és olyan csodálatos, hogy az Istened drága szent lelke elkezdi mozgatni a lelkemet és a lelkedet, és juthatja eszedbe és eszedbe az ígéket, és hallom a másiktól a bizonyságtevést, hallom az ígét, és adjak szabad folyást, és nem mondjam azt, ó, nem érdekel, nem foglalkozok vele, hanem adjunk helyet Isten drága szent lelkének, és engedjük, hogy beállítson minket az Isten dicséretre, a Krisztus magasztalására, az Úrnak való szolgálatra, a csendes alázatban történő Krisztus követésre, hódolatra. Sokszor ez csak abban látszik meg, hogy tudok szeliden szólni. Tudok lemondani. Tudok szolgálni csendben. És nem utolsó sorban, sokszor tudok hallgatni. A szívem és a szíved
víz hangozza-e, és zengje a mennyországnak az énekét. Vannak helyek, úgy, itt nálunk országunkban, Erdélyben, mint Magyarországon, például Tihanyban, ahol nagyon erős a vízhang, az echo. Van, ahol háromszor, négyszer. Azt mondják, vannak olyan helyek, ahol ötször, hatszor, hétszer vízhangzik az, amit elmondunk. Ó, ha legalább egyszer vízhangzik bennem és benned. De ne ijedj meg, Isten ki akarja munkálni a teljességet, hogy újból és újból zengen és vízhangozzon bennem az Isten magasztalása, az Úrnak való szolgálat. És amikor vízhangzott az égen, a földön, a tengerben, és minden zengte, hogy a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás, tisztesség, dicsőség, hatalom örökkön örökké, a négy élőlény ezt mondta, ámen, ámen. És leborultak, és imádták őt, úgy van, úgy legyen, ámen. És hadd zengjen a szívemben és a szívedben. Az az imádság, az az ének, az a bizonyságtevés, hadd legyen valóság a Krisztusnak követése, amire ott fent a mennyben rámondják. Ámen. Olyan jó ez, amikor halljuk itt a földön. Nemrég történt meg, hogy egy ilyen ige felolvasásnál egy kisgyerek rögtön megszólalt, és csak az ígét olvastuk fel, és mondom, hogy ámen, vége. Ó, kedves testvéreim, amikor vége lesz ennek az életnek, olyan csodálatos, hogy folytatódik fönn, most tükör által homályosan, most sokszor elhalkul, most sokszor átállítódunk másra, de Isten lelke által helyreállva, megerősödve, zengve a bárány énekét. Olyan csodálatos, amikor elszólít Isten ebből a világból, és többet nem kell. Arra figyeljek, hogy mivel csábít a sátán, mi történik a világban, hanem teljesen színről színre megláthatjuk őt. És együtt a 24 vénnel leborulva, együtt a fehér ruhás sereggel, együtt elhagyva a fájdalmat, a sóhajt, a könnyet, a kísértést, mert végül majd a pokol és az ördög is a tűzben égő tóban vettetik, félretéve mindentől, szabadon a bárány előtt állhatunk, leborulva, imádva és dicsőítve őt. Méltó a bárány, vegyen dicsőséget, hatalmat, tisztességet, erőt. Amen.
jöjj hát! Jézus ere járt vár még ma, jöjj meg! Feleve a bűnből tarja, szíve, szíve érteni! Ó, Zentház! Zentház éneg itt! A nélal! Reáltő a hú a bálat! Jöjj hát! Jézus szíve megbocsáthat! Ó, mondd! Mondd eléki bentőt! Jöjj, mert felemel a bűnből karja, szíves, szíves.